Szöglet jön. David Luiz, pompás mentés. Passz, 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 mennek tovább. Micsoda lehetőség. Cassano. Roger. Közel volt az IE Pajzs kupa, csak egy újabb gól hiányzott, de így megint messzire került tőlük. Messzire, mint a védők a csatároktól az akció közben, de ne ezzel foglalkozzunk, hanem azzal, ami még hátra van a mérkőzésből. Vége a hosszú várakozásra, kezdődik a mérkőzés. Boateng. Kroos. Lám-lám, ő lám. Gomez. Megvolt tehát a kezdőrúgás, most már élesben megy minden. Robinho birtokában a labda. Pato. Helyzetbe hozza magát. Na mi lesz ebből? Szögletre ment a labda. Gólhelyzet! Remek Robinson áll! És nem állnak le. Megakadt a támadás. Boateng. Remek átadás. Nagy önbizalom kell ahhoz, hogy ilyen messziről rálője. Ez nem okozott a kapusnak gondot. Kiváló átadás volt. Ma itt a beadás. A hátvédben akad el a labda.
És aztán... Nem vitás, szöglet következik. Micsoda zicser! Az események nagyon gyorsan követték egymást. És ennek következtében a csatára között a végén megbomlott az összhang. Pedig az a passz, az fantasztikus volt. Hát vétek nem belőni az ilyet. Becsúszik. Segítséget kap társától. Nagyon távolról lő, hát ha. Tete. Szédületes helyzet! Kis küzdelem az ellenféllel a labdáért. És rálövi! A lövést egy védő hárította. Tete. A szorgalom mintapéldánya ez a játékos. Ezt a paszt nem lehet elérni, kimegy a pályáról. Elvették tőlük a labdát. Nímics, itt a lehetőség. Nyilvánvaló, egy szöglet lesz. Megérkezett a labda oldalról. Váratlan lövés. Szöglet következik. Hamarosan. Friss játékos érkezhet a pályára. Micsoda fejes! Káprázatos vetődés. Lehet, hogy kapura lövi majd. Helyzet! Valószínűleg kicsit elragadta a hév, ezért fölélő. Hihetetlenül jó pass. Ez helyzet lehet. Gól született. És előnyben a csapat immár. Ez a veszély. Nem lesz így gond a feljutásra, én ezt gondolom. Azt mondják, minden kapus egy kicsit bogaras, bolondos. Hát ez a mozdulat erről árulkodott. Kétségtelen, nem szívesen hallják ezt a kapusok, de ez óriási hiba volt. A labda átvételre külön felhívnám a kedves nézők figyelmét, hiszen azzal teremtette meg a helyzetet, utána persze a lövés is gyönyörű. És most ellentámadásba lendülnek. Onnét már nem esélytelen. Itt egy becsúszás. Ez be is mehetne. Megszerezte a labdát a kapus, gyönyörű volt. Mondd ezt a támadó csapat szurkolóinak, ők valószínűleg jobban örültek. A fej mindig kéznél van. Rosszul találta el, nagyon fölé ment. Ne szépítsük, pocsék megoldás volt a szöglet után. Ez egy remek passz. Bátó! Gól, gól, gól! Ilyen a kapus sors. Hatalmas hiba, ilyen gólt kapni. Szánó. És most neki lendülhet a csapat. Itt az esély a támadásra. Nem volt rossz ez a kontraakció, de a végét nem tudták jól megoldani. Középütt föltűnik egy társ. Jobb irányba megy a passz, vagy talán nem ilyen erősen.
akkor talán a pályát tarthatta volna valaki más. Jobb. Vajon mi lesz ebből? Montolivo. Szerintem ebből ellencsapás lesz. Micsoda lehetőség! Mellé! Keményen küzdöttek, végigvittek egy kontrát, de kihasználni már nem tudták a helyzetet. Remek volt pedig az ellentámadás, de a kapuba is be kell ügyeskedni valahogy a labdát. Jó lehet! Ráteszi! Szétvetődés! Tete. Szép. Befejeződött az első játék. Azt kell mondanom, rég nem láttam már ilyen érdekes és fordulatos meccset. Valóban, Pisti, nagyszerű volt az első félidő, alig várom már a másodikat. Becsúszva szerezne labdát. Jöhet a szabadrúgás. Szinte még mozgott a labda, amikor elvégezte a szabadrúgást. Lássuk, ebből milyen kontraakciós. Nem volt rossz, de megállították őket. Kulcsfontosságú passz lehet. Azt a mindenit. Ebből gól születhet. Szó szerint rezeg a léc. Az ellenfél jöhet. Montolivo. Pátó. Egy jó átadás. Ez bizony gólhelyzet. A kapufahári. Megsérült a játékos, a mozdulatai alapján én húzódásra gyanakszom. Pátó. Ez zicser. Na most vagy szerencséje volt, vagy csak haltatta az eddigi teljesítményével az ellenfelet. Lássuk a bedobást. Tete. Ez meg egy becsúszó szerelés. Boateng. Hátra egész a kapusig. Tete. Szép passz. Kiváló ütemű védekezés. Cassano. Az oldalon túlról kézzel is játékban lehet hozni a labdát, ezt hívják bedobásnak. Tete.